Akkor jó estét kívánok mindenkit, nagy tisztelettel is. Szeretettel köszöntök a Postmegyerkőség Önkormányzatának rendes képviselőtestületi rendkívüli testületi ülésén. Észrevételet, ha nem, akkor kérem, hogy szabadon a testület a kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban, hogy ebben a megadott sorrendben tárgyaljuk. Aki egyetért, kérem, az jelezze, a testület egyhangulat elfogadta. A legelső napirendi pontunk a szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet elfogadása. Gyakorlatilag ugye minden megalakuló testületi ülés, meg újra alakuló testület után a szervezeti működési szabályzat újragondolása, aktualizálása történik meg. Ez asszony egy előterjesztést készítettünk, amely kiküldésre került, amelyhez érkeztek észrevételek, hozzászólások, és ezzel kapcsolatban kérdezem a testületi tagokat, hogy ki kíván hozzászólni, ki akar ebben valamilyen észrevételt még tenni. Igen, Kocsisnőm? Azt szeretném megkérdezni, hogy beépítették-e, amiket kérdettünk meg a Gábor is támogatott, vagy egyenként kéne hozzászólnom? Gyakorlatilag ugye ezzel kapcsolatban nekünk is van észrevételünk, tehát van, amit mi jóvá hagyó, valami azt gondolom, hogy ilyen elfogadható, befogadható, van olyan, amit mi... Szerintem, mivel az általatok megírt bejegyzések nem olyan túl sok, szerintem érdemes végig menni, nem tudom, jegyzőasszony, illetve a jegyzőkönyvezet is kapcsán is legyen az az egyszerű megoldás, hogyha egyetért fel a testület. Jó, persze. Jó? Oké. Jó, akkor ha elkezdjük nézni, akkor amit észrevételként kaptunk legelőbb, átugrunk bizonyos pontokat, ahol nem volt észrevétel, az úgy megfelelő? Nem olvassuk végig az egészet, mert egy kicsit hosszú történet lenne. A 12-es paragrafus az első olyan pont, ahol a majdnék részére észrevétel jött. Annak is a 7-es pontjában volt egy olyan, hogy az a megjegyzés került, hogy kikerültek szervezetek, például rendőrség, kamara, megyei elnök, politikai, civil szervezetek, közszolgáltatók. Mi úgy gondoljuk, hogy ezek folyamatosan meghívásra kerülnek, tehát ez teljesen nem szükséges ennek a dolga. Ez csak kérdés volt. Mi úgy gondoljuk, hogy ez működött, ez így a jó. Nem tudom, ti mi ezzel külön szavazzunk, hogy ez akkor ez itt egyetértünk, hogy marad az eredeti, vagy hogy legyen, mint jegyzőkönyv. Hát az lenne a legegyértelműbb számunkra, igen, hogyha egyesével minden egyes módosítás érdekében. Vagy pedig egy csomagban. Kérdezem, Jenő? Szerintem, amit nem megyünk végig, és ami marad, azzal nem kell. Ami megváltozik, azt kell rögzíteni a jegyzőkönyvből, hogy ez változott ennek értelmében. Jó, egyetek ezek a jó. Köszönöm szépen. A következő, ugyanitt ebben a 2-es pontban volt, amit szintén javaslatként hangzott el, hogy a választási években a határidők a alakuló üléstől követő 30 nap legyen, nem gond, de ezt tárgyaltak igazából könnyegség, nem? Mert hogy most persze, tehát én az nem is tudna megvalósulni most. Azt gondolom, egy elfogadás, hogy benne van a részünkről, tehát mi ezt el tudjuk fogadni, mehetünk tovább, hogy ez így jó. Voltak egy-két, ez nem tudom, lehet, hogy statisztikai beavítások igen, voltak. Igen, van olyan, de igen, nem, hanem inkább... Persze. Jó, a 14-es paragrafusban volt megjegyzésetek, kérdésetek, a 4-es pontként soroltátok fel azt, hogy az előterjesztést kezdeményező képviselő vagy bizottsági elnök felkérheti a jegyzőt a 14 paragrafus egybekezdés 2, 3, 5, 6, 7 pontjainak, és a 2-es bekezdésben foglaltak elkészítésére a jegyzőnek 15 napán rendelkezésre az előterjesztés elkészítésére. Itt ugye én a jegyzőasszonnyal beszéltem, elvégben ugye, ha szükséges és úgy van, akkor a jegyző mindig besegít ebben a munkában. Hát igen, tudom már, mint hogy igen, csak hogyha nincs leírva,
Jó, tehát hogyha mondjuk elindul egy olyan előterjesztés, amihez csak mondjuk a most bocsánat, a Gáborra nézek, aki olyan szakmai előterjesztést tesz, abban nem fog bele tudni kapcsolódni a edző, legfeljebb annak a jogi hátterében. Leginkább erre gondoltunk, hogy a vonatkozó jogszabályi háttér... Ez talán feladat is a edzőnek szerintem, tehát rögzítve van, hogy... Hát amennyire igen, kialakult már egy konszenzus, és arra hozunk egy rendeletet. Így. Igen, mint mi arra gondoltunk, hogy ha van egy előterjesztés tervezet, abban a jegyző segítsen a jogszabályi háttér és a költségvetési vonzatnak az összeállításában. Nyilván magát a szöveget az előkészíti a javaslattevő, de hát gondolom ez nem csak ránk vonatkozik, az Olivér is terjeszthet elő, és lehet, hogy ő is igényli, hogy a jogszabályi a helyzet azt, hogy megnézni, hogy ez így egyébként megfelel a jogszabályoknak, nem talán hát, mindenki. Milyen jogszabályoknak hoznak erre? Mert a jelenlegnél azt szerint, hogy nekünk kéne utána járni, hogy milyen jogszabályoknak most azért... Jó, ez elfogadható, csak azért kérdezünk rá, hogy most nézzük, hogy a fájlát. Jó, akkor ez a négyes pont is ilyen módon akkor működő. A 15. paragrafus első pontjában volt egy beillesztés, ami arról szólt, hogy méghozzá, akkor olvasom, az írásbeli előterjesztés a megfelelő belső egyeztetések követően a képviselőtestületi ülés időpontja előtt legalább 5 nappal kell elkészíteni tartalmát, a határidőkérés a szükséges egyeztetések megtartásáért, azaz előterjesztő, illetve az előterjesztő felkérésére a hivatali vezető a felelős. Ebben vannak egy kisebb nagyobb aggályaink, az miatt, mert hogyha ennek van valami olyan tartalma, legyen az politikai vagy bármi, hogy azt ő nem veheti és nem teheti meg. Tehát gyakorlatilag itt az első előtte levő pontban már benne volt minden, hogyha... Jó, igazából itt is az adminisztratív támogatása, meg az adminisztratív feladatok, amik értelmezhetők, vagy a hivatal szempontjából persze. Ha ezt meg tudjátok így fogalmazni, hogy ez adminisztratív tevékenység, az nekünk teljesen jó. Igen, ezt beszéltük, hogy ennek, de gyakorlatilag ezt már az előzőben is már leírja ilyen módon. Tehát ugye, amit a 14-es paragrafusban, amit most beemeltünk, a 4-es pont, az szintén ugyanúgy ezeket benne tartalmazza. Ha megnézitek, ez teljesen ugyanúgy. Jó. Úgyhogy akkor ezt kihagynánk, és ott van a 14, a 4-esben. Jó, ez így rendben van. Jó, köszönöm akkor a segítséget. A 16-os paragrafus, a polgármester, alpolgármester, bizottság, a képviselő jegyző javaslatot tehet a képviselő testületnek előterjesztés, vagy önálló indítvány sürgős tárgyalására. A sürgősségi javaslatot indokolni kell, a sürgősségi indítvány 14 paragrafusban foglalt előírásokat értelemszerűen kell alkalmazni. Ugye itt ezt mondtuk, hogy itt igazániból csak az idővel lehet majd gondunkat. Ezen a ponton, hogy a sürgősségi indítványok azok milyen gyorsan és hogy tudnak majd bekapcsolódni a testület ülésébe, hogy ez okoz-e nekünk gondot, vagy nem. Őszintén szólva, én úgy vélelmeztem az eddigiekről, hogy sürgősségi indítványt alapvetően inkább a hivatal, tehát a polgármester indít. Tehát ha nektek belefér, hogy sokszor nem mi tervezzük így, hanem az élet. Tudom, hogy... Tehát ugye most itt is még leírtátok azt, hogy a nagyon rövid a határidő, legalább az előző nap 18-ig el kell juttatni a képviselőhez. Ez pont én utána odaírtam ennek én is egy rövid megjegyzésben, hogy ez sokszor nem életszerű, tehát nekünk az elmúlt ciklusokban többször volt olyan, hogy egy nagyon egyszerű példa, a pénteken megérkezik délután egy e-mail,
amire azt mondják, hogy 5 napunk van, hogy válaszoljunk. Tehát egy kormányhivatal, egy megye, tehát ezeknél az eseteknél nem fogjuk, tehát nem magunkkal szemben, hanem mi összességben tudjuk ezt megtartani. Tehát, hogy ilyeneknél azért szeretnénk kérni ezt a rugalmasságot, mert ez a település érdeke abszolút ilyen szinten. Ha jön egy döntés, most mondok ilyenekről a dolgot, hogy jött a államkincstártól egy papír, hogy a támogatói szerződés aláírására van 5 napunk, de ahhoz nekem alá kell, meg kell kapnom a felhatalmazást. Mert akkor volt egy kiegészítő támogatásra lehetőség, 5 napot adnak rá. Ennek az aláírására, ahhoz, hogy a polgármester kötelezettséget vállal, ugye, mert aláír egy szerződést, ahhoz viszont kell a minél gyorsabb támogatás. És ez, mondjuk és el, akkor, a, hát igazából akkor az jó. Tehát nincs ezzel gond, csak egyszerűen nem lehet, tehát hogyha nagyon a bökű szerint akarunk akkor működni, akkor nem fog tudni működni, nem fogunk tudni kiküldeni. Ha most megérkezik valami, mondjuk hogy a testületi ülés előtt is azonnali döntés kellene, mert a következő ülés csak 2 hét múlva, tehát ezek egy ilyen segítségek abban, mint nem egy nagy tárgyalásos dolog, ami mondjuk egy rész, vagy ami egyéb dolog lenne, hanem ilyen. De ha sűrűt, akkor mégis az is elég, hogyha nem, ki azt az e-mailt kvázi továbbított, hogy ebben azonnal kell dönteni, és akkor az megtörtént a tájékoztatás. Csak e-mailen nem tudunk szavazni most. Hát szavazni nem, de ha elküldöd a pontazírásos anyag kvázi, hogy jó, akkor ez jó, teljesen. Akkor már adhat ugyanúgy nektek. Akkor egyetértünk, akkor ez a 16-os pont, vagy akkor nincs végig mennyire, vagy igen, akkor az maradhat, hogy ha kapunk volna tájékoztatást, hogy emiatt ez van benne, ezért kell. Hát azt viszont elküldeni, mert szóval tényleg adni be. Jó, ismert másik parancsot. Jó, csak mennénk tovább. Jó, hogy a 18-as paragrafusban... Az csak egy előszerűen stílus. Volt egy jelzésetek szintén, ami a 18-as paragrafus 4-esnél, hogy az indokolt esetlen kerül kiküldése, jelzéssel jelölt előterjesztéseket a 3-as bekezdésben megjelölt időponttól eltérően a legkésőbb az ülés napján 10 óráig kell az érintettekhez eljuttatni. Ezt szerintem igyekszünk megtartani, ugye? Illetve hát lesz olyan is, ami ugyanúgy itt a testületi ülésen fog ez megtartani. Olyan a napi rend, az természetes. Illetve hát a testületnek megvan az a döntése, hogyha azt mondják, hogy kevés az idő, akkor a következő ülése elnapoljuk. Ez ilyen egyszerű. Jó, oké. És az 5-ös, tehát a 4-es bekezdés értem, rendben van. A 2-es a két napi munkanappal. A rendkívüli üléseknél én tőlem benne lehet a két munkanap, de egyetlen bajom van, többször volt az, hogy nagyon rövid az idő hozzá. Tehát, hogy én el tudom fogadni a két munkanapot is, de a munkanap azt szerintem nagyon el tud csúszni akkor. Tehát, hogyha belegondoltok... Mert hogy ti egy munkanapot. Én egy munkanapot írtunk. És azért... nagy részünk dolgozik. Mindenki jól. Bocsánat, én szerintem itt a kicsit a félértésben a vita azon alapul, hogy egy munkanapot írunk, és nem pedig napot, tehát itt pont, amit mondtál, hogy a pénteken kapunk valamit, és arról hétfőn dönteni kell, mert kedden már be kell adni az aláírt szerződést, vagy bármit, akkor ott a két munkanapot nem tudjuk tartani. A kettő napot azt már meg esetleg inkább jön, hogyha ez így elfogadható. Hétvégén is tud az elérkezni a munkahelyek felé, igen. Hogy akkor hétfőn akkor, más akkor ezt átjavítjuk a napot. Csak annyit, hogy akkor maradjon egy akkor ez így elfogadhat. 19-es napirendi pont, bocsánat, napirendi pont paragrafusnál 1-es bekezdésnél volt. A képviselőtestületi ülésre a települési képviselő a jegyzőn kívül a nyilvános ülés valamennyi jelzőri eljegyeztésének megküldésével, tanácskozási joggal meg kell hívni az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság ügyvezetőjét, valamint a bizottságok külső tagjait. Tehát mi itt azt gondoltuk, hogy a bizottságnak már eleve megvan a felhatalmazása, hogy ott teljes körben tárgyal. A bizottsági elnök szerintem minden bizottsági elnök fogja képviselni a bizottságot, és szerintem
amíg ott történt, az úgyis ez teljesen átjön. Jó, rendben. Ha ez így akkor egy elfogadható. Rendben. Köszönjük. 22-es, csak, megint csak egy kis stilisztika volt. Ugye, ha jól láttam, igen, a 22-es paragrafusnál. Igen, bocsánat. Semmi gond, hát azért. Ez a korrektúra, ez van a előnye is. Hát, 24-es paragrafusnak van, a 2-es pontjában volt. Méghozzá az, hogy a polgármester az egybekezdésben foglalt beszámolat a képviselőtestületi anyag kézbesítése volt az eltelt időben történt intézkedései döntései tárgyalásairól, illetve jelentősebb eseményekről szóban kiegészíti, illetve lehetőség szerint írásban az ülés előtt kiosztja. Tehát ez ugye a kiküldött anyag és az időszak, igen, tehát igen, ott, igen. Ha olyan történés van, akkor természetesen le tudjuk adni a írásban is, de... Hát azért is így írtuk, hogy lehetőség szerint. Lehetőség szerint. Ha van rá mód, akkor megkapjuk írásban, hogy... Ha nem, akkor utána ha nem, akkor, is. Akkor nyilván nem, hogyha előtte 5 perccel... Én tőlem ez benne maradva, csak ez egy fontos dolog, hogy nem, ezt nem mindig tudja azért vezetni. Azért is van lehetőség szerint. Akkor lehet, hogy ezt így elfogadjuk, amit már bejegyeztetek? Akkor ez így mehet? Uh-huh. Jó, akkor köszönöm akkor ezt az észrevételt is. 26-os paragrafus 2-es pontjának van egy egyetlen egy szót tettetek bele, mert ha jól láttam. Ja nem, bocsánat. Nem. Hanem itt azt írtátok, hogy a kerüljön vissza a 3-as, 4-es bekezdés a további hozzászólások lehetőségére. Itt annyira csak a megjegyzésem, hogy a 26-os pont az gyakorlatilag a 26-os paragrafus az a lejárt idejű határozatokról szóló beszámolóról van szó, tehát igazándiból azok a történések, ami az eltelt időszakban, a kiküldött anyag még az egyéb eltelt időszakról szól, hogy azt gondoljátok, hogy nem tudom miért kell ennyi hozzászólás, mert ez úgyis egy tájékoztató részünk. De a itt nem konkrét döntés nem fog születni ezekben. Tehát elmondom azt, hogy... Értem, csak eddig volt lehetőségre, és sosem élt vele senki. Gyakorlatilag azt mondtad, hogy nem volt rá szükség. Hát igazából nincs mi ezt a jó, hát azért beszéljünk meg, hogy ha azt mondjátok, hogy ez, ha gondoljátok... Ha mégis adódna, akkor ne legyen az, hogy azért nem szólalhat meg valaki, mert hogy az SMS szerint nincs rá lehetősége. De kérdésekre, meg egyébekre van. Ugye, attól függetlenül. Jó. Mi a véleményetek? Mert adjuk? Mi szeretném, ha maradna, de erről lehet szavazni is. Jó, hát de most ha azt mondjátok, hogy akkor amit a... Sőt, azt látjuk egyébként, hogy most nekem itt csak az előterjesztésnek és az eredeti nincsen előttem, hogy a harmadik négyébe kérdés, hogy milyen időintervallumokat tartalmazott, tehát az lehet, hogy már az is az is nem lenne, és hogy csak egy kicsit földősebb, vagy gyorsabb átmegyek az egészet, nem lehet, hogy 5 esetleg benne vagy, mint a 2-ről lezenni ezt az eredet. Én úgy emlékszem, bocsánat, hogy már szóval, hogy az eredetiben, amit a Marian javasolatban is úgy volt, hogy plusz 2. Igen, még kétszer, tehát valami egészen kicsit. Jaj, jó, mert az sokat éreztem volna, de a D2. Rendben, akkor maradhat így? Akkor így vagyok a 2 percekkel, jó? Jó, köszönjük. Rendben? Köszönjük. Jó, a 28-as paragrafus C pontként lett megjelölve, hogy egy interpelláció érkezhet a jegyző felé. Eddig is volt. Nem. Volt ilyen módon? Volt. Volt. Úgy volt megfogalmazva, igen, hogy kérdés és interpelláció nem volt ennyire különbszerve szakaszokra. Kérdésnek továbbra is ott hagytuk benne, mert ez benne van az MBTV-ben is, hogy a jegyzőt lehet kérdezni. De interpelálni azért nem látom ennek úgymond értelmét, mert a bizottság, tehát a képviselői hatáskör, a jegyző hatáskör, ez teljesen más. Tehát az interpelláció, ez kicsit ilyen, hogy mondjam... Általában a válaszot is képviselőtől szól az interpelláció, ugye parlamenten is, itt is, ott is. Én javaslom a kérdést meghagyni a jegyző felé, és az interpelláció pedig magunk között egy másik válaszot is képviselőként értelmezni. De ez a én javaslatom. Köszönöm.
Tehát ugye az én munkám elsősorban hatósági ügyintézés, ugye egyedi hatósági ügyekről meg nem adhatok vagy számolok. Persze, nem is erre gondoltunk, hanem főleg a jogszerűség képviselője, ugye a jogszabályok megtestesítője a jegyző, tehát igazából én főleg arra gondolok, hogyha bármilyen jellegű elakadás van, vagy kérdés, vagy működés, tehát hivatal jogszerű működésével kapcsolatos felvetés, hogy ezt kérjük azt, hogy a jegyzőtől kéne, ez a kérdés, hogy el az ember, hiszen a jegyző felel a jogszerűség. Ez a kérdésbe belefér, és ugye a kérdéssel meg válaszadási kötelezettség van. Ja. Akkor itt a célpontot, azt kivesszük a jó. Akkor elhagyhatjátok rendben, lapozunk ebből tovább. A 33-as paragrafusnál van a képviselő testületi ülésen megjelent állampolgárok az ülés napirendi pontjához kapcsolódva a 24 paragrafusról meghatározott tisztségviselői beszámoló és jegyzői tájékoztató kivételével legfeljebb 5 percben hozzászólhatnak, feltéve ha ezen szándékukat az ülés megnyitást megelőzően a polgármesternek bejelentették. Csak kérdésként jegyeztem meg, hogy miért kell azért miért nem lehet megszólalni. Következőt szeretném mondani, hogy majd a jövőben is érdekes, tehát azt úgy hívják, hogy közmeghallgatás. Tehát amennyiben, ha előre szól, mert valaki érintett egy ügyben egy útépítés, egy fakivágás, bármi, mert ő szeretne, az természetesen ahhoz kapcsolódóan működik. De hogyha egy olyan hallgatóság van, amikor utána egy ilyen vége láthatatlan történetté válik, akkor a testületnek az a folyamatos munkája lesz ebbe akadályozottan. Legalábbis mi ezt látjuk. Tehát azért beszéltünk arról, és itt lesz rögzítve, hogy ugye több közmeghallgatás szám lesz, illetve beszéltünk a képviselőkéről a órákról. Tehát mi azt gondoljuk, hogy ez, legalábbis ez az én tapasztalatom, most már ennyi idő után mondhatom azt, hogy szerintem ez egy könnyebbséget jelent, mert könnyebben is hatékonyabban lehet tárgyalni. Ez már nem biztos, hogy ez benne. Tehát én ezt csak én javaslatként mondom, hogy szerintem ez könnyebb lenne. És nagyobb könnyebbséget jelent. Csak lefozva azért azt még hozzátom, hogy nyilván valami előre szól. De akkor az teljesen jó, hogyha ide jön a hallgató, és azt mondja, hogy Miklós szere vagy. Vagy jelző azt mondja, hogy kell szólni. Így van. Ez eddig is megvolt. Ez itt. Tehát, hogy akkor ez működhet. Jó, rendben. Úgy akkor ezt itt kijelenik, és akkor... Én csak kérdeztem. Jó, akkor ezt itt, akkor így jövőző maradjon. Köszönöm. 36. Itt volt az, hogy az időket. Időket néztük. Igen, hogy ez sok, amit mi javasoltunk. De 2 perc az annyira kevés helyről megszólalásra. Szerintem javaslatként tettük be, de... Ezek azok, amikben engem például meg lehet győzni, ha azt mondjátok, hogy... Szerintem a megfelelő konstruktivitás mellett egész gyorsan és könnyen lehet haladni a dolgokkal. És tehát mindenkinek megadtuk, tehát ültettek már nem testetülésen, tehát nem folytottuk bele még senkiből szólt szerintem ilyen módon, tehát próbáljuk azt úgy tenni. Valami határokat próbáltunk betenni, mert bizonyos módon azért, ahogy ti mondtátok, mivel mindenki dolgozik napközben este, azért ez nem menjen olyan határok nélkülre, mert akkor nem érzem lehet alapzik, ezért gondoltuk, de Nem szeretnénk a stopper órát ütni, tehát ez egy fontos dolog, hanem az, hogy minden megbeszélve. Én azt gondolom, ha azt mondjátok, hogy ez nektek fontos, akkor maradjon ez a rövidebb idő, legfeljebb, ha nem működik, vagy nagyon azt látjuk, hogy akkor esetleg egy fél év múlva teszünk javaslatot. Úgyis lesz egy olyan pont, amiben ezt fogom mondani. Oké. De meg lesz az oka. Jó? Jó. Hát akkor, jó. Akkor a módosítás. Meg akkor ez lesz. Akkor maradjanak az eredetiek. Jó? Mármint a hosszúban terve eredetiek. 41 paragrafus
Itt is maradhat akkor a négy, hogyha... Mi gondoljuk is, ennek van egy kicsi indokoltsága is, hogy azért itt a köztisztviselői óra számnak, tehát hogy valahogy próbáljuk benne maradni abban, de szerintem a négy óra az már azt a határt fogja súrolni, aki, vagy a koncentráció képesség az a eléggé le fog menni. Illetve én azt mondom, hogy mindig jobb, hogyha úgy érezzük, hogy már halasztunk rajta. Jó, rendben, maradjon, persze. Akkor köszönöm. Egy erősen lapozom, hogy egy sok hosszú egyetértés volt. Bocsánat, visszalapozok, egy lépés. Az 55-ös paragrafusnál volt ilyen, hogy beírta, mellett írva, hogy a hatos pont, hogy véleményezi a tisztségviselő bizottságok és a hivatal gazdasági kihatású, amit az önkormányzat vagyonát érintő javaslatait előterjesztését, a képviselőtestületi előterjesztések, a képviselőtestület, a bizottságok, a polgármester, az alpolgármester, a kezdeményezése, javaslat, a kezdeményezése szakmai véleményt nyilvánít, gazdasági, vagyoni és pénzügyi kérdésekben. Mi úgy néztük, vagy úgy összeolvastuk, hogy itt azért ez egy ilyen ismétlődő. Hát egyfelől igen, másfelől meg pont nem, tehát hogy mert a régi SMS-ben elég konkrétan voltak ezek összeszedve, itt meg egy kicsit ilyen egyfelől több lett, másfelől egy kicsit más szerkezetű, és én úgy éreztem, hogy ezek pont kimaradtak, tehát nem egyértelműek. Mondjuk a tisztségviselők, mint ilyenek, az biztos, hogy az nem jó benne. De ugye, legalábbis a véleményem szerint, ott annak a bírálata az a jegyző feladata, hogy ott van valamilyen fajta vélemény. Nem, ez kifejezetten a pénzügyi gazdasági jellegű dolgokra vonatkozik. Én látom. Tehát, hogyha mondjuk te, mint polgármester teszel egy előterjesztést, aminek van gazdasági kihatása, akkor a pénzügyi bizottság miért nem véleményezhet? De én az is mondtam, hogy a tisztségviselők az nem a hivatal dolgozik. Nem a hivatal az a polgármester, meg az alpolgármester a tisztségviselő. Miért kell megszemélyesíteni, amikor tehát ez beszúrás? Tehát a pénzügyi bizottság minden, teljesen mindegy, hogy ki csinálja, mit csinálja, arról nem beszél, hogy a hivatal nem tesz. Csak, hanem volt, volt egy olyan, hogy majd véleményezi a gazdasági kiadásban érintő képviselőtestületi előterjesztéseket. Igen, hát ebben minden benne van. Minden létező, amiben pénz szerepel. A képviselőtestületiben nincs benne minden, mert nem minden képviselőtestületi előterjesztés erről szerintem. De most a pénzügyi bizottságról beszélünk. Nem, a minden képviselőtestületi előterjesztés, ugye az, amiben pénz van, a bizottság tárgya. Igen, de nem csak a képviselőtestület előterjesztését kéne, hogy megvizsgálhasson, hanem minden, ami születik és gazdasági tárgyú. Tehát, hogyha a Miklós ebben egy előterjesztés, nem pedig a testület, ha jól értem. Hát mondjuk, igen. Talán mivel az volt a legegyszerűbb, akkor azt is a bizottság véleményezze. Tulajdonképpen... Na, ha megjelenik, mint előterjesztés, akkor mindenképpen tárgyalnak el. Igen. Nem értem a beszúrást, mert az, ahogy eredetileg volt, az minden létező dolgot lefelé. Tehát itt a képviselőtestület előterjesztés, csak még egyszer olvastam itt az önkormányzat vagyonát érintő képviselőtestületi előterjesztéseket, ha jól értem, akkor ez nem azt jelenti, hogy a képviselőtestület terjesztette elő, hanem a képviselőtestület elé lesz majd terjesztve. Tehát bárki adta be, a képviselőtestületi előterjesztések azokat az előterjesztéseket jelentik, hogyha jól értem, amik bekerülnek a képviselőtestületi ülésre. Tehát nem a beadónak a megszemélyesítése a képviselőtestület, hanem a célja tulajdonképpen, ahova az előterjesztés majd eljut. Oké. De akkor szerepeljen csak úgy, hogy minden gazdasági kihatású és valamint az Az jó. Akkor egyébként jó. Nagyon úgy megfelel, akkor minden. Azt a módosítást megint, hogy az érzéket.
Akkor egy... Oké. Okay. Akkor ezt így köszönjük, akkor ezt megtárgyalatok dolgozom. Szuper. Beszúrhatok a 13-as pontban, ahol szintén ott van, hogy véleményezi és jóvá hagyja, de ezzel lehet, hogy korrektúra volt megint ott. Lehet egyébként. Jó, tehát ez akkor az megvan. A 55-ös paragrafusnál volt a 27, 28, 29 pont számunkra elfogadható, de úgy olvastuk, hogy ez egy ilyen pluszos, meg ugye benne van már máshol, de ha gondoljátok, akkor ha legyen benne. Jó, akkor, jó, akkor ez itt marad. Jó, a következő a, volt egy kérdés, a 61-es paragrafusnál. Vagy én ezt a többi, ez megint csak ilyen stézik. Igen, bocsánat, az ott. Nem baj. Rákérdezés volt, hogy a polgármester a forgalomképes vagyonkörbe tartozó vagyonról, az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelben foglalt értékhatárig döntett, hogy ez a vagyongazdálkodás. Nem, akkor legalább mondjuk, hogy és akkor tudjuk, hogy ez a vagyongazdálkodási rendelben van, és 500.000 forint az érték. Oké. Köszi. Jó. A 62-es paragrafusban van itt egy beszúrásotok, ha jól láttam. Legyen az SMS melléklete. Igen, az, hogy a átruházott hatáskörök mely rendeletben vannak meghatározva, és ez legyen az SMS melléklete. Itt tenném meg azt a javaslatot, hogy ez egy jó gondolat. Edző azt mondja, hogy ezt tettem. Ennek azért kell egy kis idő, és én itt azt a javaslatot tenném, hogy a 2020-as költségvetés elfogadásáig készüljön el és legyen fog elfogadva. Jó. Ez így elfogadható számotokra? Persze. Jó, mert azért ez így... Hát össze kell szedni. Ezt össze kell szedni, és ezt is köszönjük a javaslatot. Jó, persze. Jó, utána megint csak egy ilyen bejavítás van a részletekről. A lakossági fórum a 76-os paragrafusnál van, hogy 14 nappal legyen előtte a meghirdetve, ezt elfogadható ilyen módon. Hogyha ez így elfogadjátok, akkor megy tovább. Jó, a utolsó oldalon megint csak egy ilyen egy-két javítás, és akkor szintén a számosszám melléket. 14 nap, nem kevés? És a... Az, bocsánat, abban csak a iszín maradt, mert hallom, korrektúra. Igen, igen, de azt mondom, hogy az megtörtént, és az ötös számú mellékletnél volt egy javaslatotok az ügyfélfogadási rendben kapcsolatban. Igen, ezt kérdezem, hogy javaslatok, hogy itt ez semmi igény, tehát a nyaralók részéről, sem van. A válasz volt, hogy én, és 28 évet dolgozom, majd dolgoztam. 5 óráig is fölösegesíteni, bocsánat, tisztelni, mert senki nem esik be 4 óra után. És most ezt tapasztalatból tudom, most látszik megbízási szerződéssel dolgozom, és ott 6 óráig van a munkarend. 4 óra után egy teremtett lélek nem jön az ennek, hogy hivatalban. Jó, én ezt azért is más színnel emeltem ki, és kérdeztem, ahol én lakom, ott meg gyakorlatilag teltház van a hosszított ügyfélfogadás alatt, ott nem igény van rá. Jó, azért kérdeztem, és ráadásul az az igazság, hogy itt azért azt is figyelembe kell venni, hogy itt a kolléganők közül azért elég sok kis gyereke van. Tehát nem biztos, hogy azért kérdeztem, hogy azért is más, hogy emeltem, ami igazából a kérdés. Ami fontos, igen, és köszönjük ezt a gondolatot is. Tehát én azért azt látom, hogy ha beesik valaki 3-4-5 után pár perccel, akkor akár lehet az adós anyakönyves, vagy akár lehet az, hogy az biztos, hogy ha addig, amíg az a ügy nincs mondjuk megoldva, akkor az biztos, hogy tovább van. Tehát nem szokták becsukni az ajtót. Ha nincs rá igény, akkor nem. Persze. Jó. Biztos, hogy jó. Akkor az is marad az eredeti felállásban. Eljutottunk gyakorlatilag szinte a végére, és köszönjük az észrevételeket a szükséges javaslatok megtörténtek, illetve most ezt megtárgyaltuk. Az a kérdésem a testület felé, hogy
hogy akkor ezekre az átvezetések, ami jegyzőkönyvben rögzített módon megvan, el tudjuk-e fogadni az SMS-t, ha szeretnétek még erről tárgyalni bármiben is. Ja, tehát akkor bocsánat, akkor fölteszem a kérdést, hogy a testület a jelző által, illetve az általuk is megküldött a módosító javaslatok átvezetésével a testület elfogadja az SMS-t. Igen. Egyhangulag a testület elfogadta, és köszönjük szépen. Akkor ezzel a egyes napirendi pontot le is zárjuk, és jön a következő előterjesztési a bizottsági tagok megválasztásáról. Mint tudjátok, vagy tudják, bocsánat, az alakuló ülés előtt már szinte, amit lehetett, gyorsan és hatékonyan leegyeztettünk, így akkor ezek alapján kialakultak azok a bizottságok, amelyek a testületi munkát támogatni fogják. Négy bizottság lesz. Pénzügyi Településfejlesztési Bizottság, a Környezetvédelmi Környezetgazdálkodási Bizottság, ez előző, bocsánat, a pénzügyi hétfővel, a Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Bizottság 5 fővel, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 5 fővel, és a Népjóléti Bizottság 5 fővel. A települési képviselőkkel folytatott előzetes egyeztetés alapján a bizottság elnökeire és tagjaira az alábbiak szerint szeretnék javaslatot tenni, és itt, ha megengeditek, akkor végigolvasom az egészet. Jó. A Pénzügyi Településfejlesztési Bizottság tagjainak száma hétfő, melyből 4 fő képviselő, Kocsis Marian elnök, dr. Szilágyi Gábor tag, dr. Szent Olivér tag és Kajos Lászlóné tag, tehát ők képviselők, Losonci Zsuzsanna Ágnes tag, Kökény Ákos tag, Tamásné Cínege Orsolya tag, tehát ők a külső tagjai a bizottságnak, a Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Bizottság tagjainak száma 5 fő, melyből 3 fő képviselő, dr. Szilágyi Gábor elnökként, Krisztina tag, dr. Szent Olivér szintén tag, Rodáti Zsófia és Fazekas János külső tagokként szerepelnek a bizottságban, Oktatási, Kulturális és Sportbizottság. 5 fő, 3 fő képviselővel, dr. Szent Olivér lenne az elnök, Kajos Lászlóné a tag, Krisztina, így most akkor egyszerűbb lesz a képviselő, Bíró József külsős tagként és Szente Sándorné szintén külsős tagként. A Népjóléti Bizottság 5 fővel, 3 fő képviselővel, Kajos Lászlóné elnök, Dr. Szent Olivér tagként, Kocsis Marian tagként, Topics Judit tagként és Godaszky György szintén tagként szerepel, tehát a két utóbbi külső tagként. Kérem a tisztelt képviselőtestet az előterjesztés, mondanám azt, hogy megtárgyalására, de bízom benne, hogy mindenki elfogadja a felsorolt neveket, és innentől kezdve azt hiszem határozottként elő. Egyenként a bizottságokat, ugye? Egyenként fogadjuk el. Ahogy az előterjesztésben szerepel. Ez egyetlen határozott javaslat van, tehát az összes bizottságról, minden egyes tagról egy döntés. No, akkor a felsoroltak, a leírtak alapján, aki ezt elfogadja, kér a testület felügyelő edzőt. Köszönöm szépen, akkor egyhangulat ezt a bizottságot megválasztásra kerültek, és gratulálunk a behívott és megválasztott külsős tagoknak is. Akkor ezek után most van egy szükséges protokollális rész, és köszönöm a türelmét a külsős tagoknak, mert most a felkért külsős tagoknak lenne egy eskütétele, ami... Tessék? Azt is ezt megolvashatom? Azt is megolvashatom, hogy azt mondjam. Jó, és
addig a bizott testületi tagoknak hagyos szakmákért szükséges papírkapcsolat, ez a vissza kell majd jutatni a pénzügyeseknek, ez az a... Képviselő tiszteletdíjak kiutalásához szükséges nyomtatvány, ezt majd az a kérdése, hogy jutassátok vissza a pénzügyesünk felül, mert másképp nem tudjuk közkedni. Jó, akkor most megkérjük mindenkit, hogy a tisztelettel ahogy ezt szokott lenni, én mondom előre, és az a kérdésem, hogy önök mondják, hogy ti mondjátok utána. Tehát akkor mondom, hogy... Hogy is kezdődik? Én, igen, kedves velem, igen, becsületembe és lelkiismeretembe fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hűleszek. Hűleszek. Jogszabályt megtartom és másokkal is megtartatom. Jogszabályt megtartom és másokkal is megtartatom. Bizottsági tisztségemből eredő, feladataimat, Pócsmegyer felügyésének előmozdítására és érdekében lelkiismeretesen teljesítem tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Istenem, úgy segíjen. Istenem, úgy segíjen. Köszönöm szépen, és akkor egy kis adminisztráció itt a jegyzőasszony. Csak addig a bizottság, addig, hogy testületnek egy ilyen kettő percet születlégetek, azt hiszem, hogy a szükségek dolgok megtörténnek, jó? Jó, ja, szóval majd legyen meg ez a Átjárnék a három napi rendi pontra, ami az Északkelet Pest és Novemberi Regionális Hulladékgazdálkodás és Környezetvédelmi Önkormányzat társulásba delegált tagválasztás lenne. Ez ugye azért fontos, mert a választások után sok minden megváltozott. A zöld hír, mint ilyen, azért mondhatjuk azt, hogy nekünk viszonylag egy jó partnerként működik, és kiküldtünk egy előterjesztést, amit nem tudom, sikerült a képviselőnek felolvasnotok. Hát ugye első körben a polgármester, aki közvetlen képviselője is megy tanácskozással, de az elmúlt években a jelölt folyamatosan részt vett benne, és az én azt gondolnám, hogy a Gábor, mivel a közgazdálkodási bizottságnak lesz az elnöke, akkor ő is bármikor tud ehhez csatlakozni, illetve tudja a jelenet helyettesíteni ezekben az ügyekben, és erre tettünk határozati javaslatot, le is van írva, ha gondoljátok, akkor felolvasom. A jelenetem itt? Ja, csak egy kiegészítés tudnak, hogy amennyiben mód és lehetőség van, és a testület elfogadja, és elfogadja a felkérést Fazekas János kollégánk, akkor én szeretném őt is meghatalmazottat ebbe bevonni. Ugyanis János az első pillanattól kezdve báváskodott ennek a zöld hit projektnek a kialakulásának, illetve abszolút operatívan ebben részt is vett. Nagyon sok személyes kontaktusa volt a régiekkel, van az utal, a most regnáló csapattal, tehát hogyha lehet, én szívesen látnám harmadik jelöltként. Talán egy dolgot, ugye kormányhivatalnak volt ebben egy állásfoglalása, én szívesen leszek utas, de csak utas mellett. Tehát nyilvánvaló, hogy... Nyilvánvaló, hogy nyílt ülések vannak, tehát nyugodtan részt vehetek, de csak nem utas. Kinevezhetsz tanácsadó.
Fő. Fő. Jó, oké, tehát elhangzik olyan, tehát van itt egy határozati olvasra, akkor a felolvasra, vagy pedig egyet ér fel a testület. Jó, tehát akkor a testület, akkor ha egyet ért azzal, hogy a első körben ugye bombás érve, alpolgármester, és utána természetesen Dr. Szilágyi Gábor úr képviseli az, aki amennyiben van, bármikor tud és részt vehet ezeken a üléseken. Talán még egy információ, előre láthatólag 20-án lesz ez a társaság. Jó. Egy kicsit az időt húzhatunk vele, én a múlt héten meglátogattam a Zöld Hidat, ahogy a Miklós is említette, határozottan jó kapcsolatunk van a Zöld Hiddal. Amikor ők kértek tőlük segítséget, elakadt teherautóval, ágazágással, bármilyen, akkor mi igyekeztünk ezt gyorsan megoldani. Ennek a, vagy illetve amikor technikai problémáik voltak és nem tudták zöld hulladékot egyből deponálni Gödöllőre, akkor mi megnyitottuk a 018-at, hogy átmenetileg oda lerakhassák, és onnan gyűjtötték be. Ennek a jó együttműködésnek az eredménye az, hogy viszont mi kérjük tőlük segítséget, akkor könnyen kapunk segítséget. Ők elmondták, hogy a hontalanítás, milyen tapasztalataik voltak az elmúlt évben, ugyanezt a típusú lontolentást szeretnék folytatni. Okultak a kommunikációs hibákból, okultak a telefon problémákból, okultak az e-mailek spambe meneteléből, tehát ezeket kijavították. De azt mondták, hogy ha körülnéznek Európa nyugati felén, akkor hasonló, sőt még szigorúbb a rendszer. Például a szelektív hulladékgyűjtésnél ott még ritkábban gyűjtik a... bocsánat, a kommunális hulladéknál egy teljesen meglepődtem, hogy kommunális hulladékot lényegesen ritkábban gyűjtik Ausztriában, Németországban, mint nálunk. De azt mondják, hogy ők ezt meg kívánják tartani, és bíznak benne, hogy a megkezdett munka, hogy ilyen az emberek szeretnék, hogy működjenek, azt majd aztán lehet tovább az Európai Unió kérésének megfelelően tovább szelektálni, hogy ne csak ilyen nagy vonalakban legyen szelektív gyűjtés, és őnekik is az lenne az érdekük, hogy minél kevesebbet kelljen utaztatni a zöld hulladékot például, de tudják nagyon jól, hogy sajnos a szigeten ez neurotikus probléma, hogy akár hulladékutat hozzanak létre, hogy le lehetne tenni, mert nem kapott rá engedélyt. De lobbiznak az érdekében, tehát ez nekünk is egy jó. Hál' Istennek kaptak újabb gépeket, most már nincsen. Nem volt az utóbbi időben probléma azzal, hogy nem volt szállítóeszközük, úgyhogy bízunk benne, hogy előbb-utóbb megoldunk. Jó, köszönöm szépen. Háromszor tényleg is van, hogy valaki ami csak akkor ezt bezárjuk. Utolsó napi időpontok egyedek. Ebben van egy kérdésetek, miért óvasóval. A csütörtökön lenne pénzügybizottsági ülés már, ugye, ami nagyon-nagyon fontos, ezt jelzem felétek, ami a megyei faszor kapcsán rettentően fontos lenne, mert lejáró közbeszerzési idő van, holnapi nap folyamán, ugye Timi? Holnapi nap folyamán mennek ki majd anyaguk. Ugye a megyeri fasort azt kiküldtem, igazából a holnapi napon igen, kiküldöm akkor a meghívót, jó, még egy nap irány lesz a megyeri fasoron kívül, és azt hiszem ennyi. De és ugye akkor ebből adódott, hogy jövő hét ilyenkor ugye úgy testületi ülésre ezzel kapcsolatban, és akkor átadnám a szót.
Igen, küldtünk, vagy én küldtem levelet, egy pár dolgot szeretnék megkérdezni. Az egyebekben, ez a fa kivágásokkal kapcsolatban, igazából nyilván nem egyedi ügyekben érdeklődünk, hanem hogy most mennyire pörgött fel ennek a problematikája, mert most ugye ezt sokan... Nehéz ezt megsatszolni, nyilván kaptunk már jó néhány kérelmet, amióta a rendelet módosítás megtörtént. Kaptunk jó néhány kérelmet, de nem mondhatom, hogy annyira tömeges lenne. Tudja viselni a hivatal, hogy az jogos vagy nem jogos az a kivágás, vagy általában azért inkább megkapják az engedélyt, de nyilván nem véletlenül. De a kérelemben, amire készítettünk a nyomtatványt, abban kérjük, hogy indokolni a határozatot kell engedélyezni. Amit még kérdeztem, hogy milyen jellegű dokumentációja van az önkormányzatnak a GDPR-ral kapcsolatban? Adatvédelmi szabályzat létezik, ami az önkormányzatról és a hivatalra vonatkozik. Abban van adatvédelmi leltár és dolgozókra vonatkozó. Leltár nincs, dolgozókra vonatkozó része részben van. Ezt esetleg elkérhetem majd? Persze. Jó, ezt jeleztem, hogy milyen kellemetlen szituációba ütöztem bele, volt dolgozó adat fedélzeti kamera ügyel kapcsolatban. Én szeretném, ha ezzel megfoglalkozna a hivatal, mert ez egy nagyon kínos dolog GDPR szempontjából. Az adatvédelmi szabályzatot, ha majd odaadomásom is látja, nincs benne szó fedélzeti kamerát. Tehát kamerás megfigyelésről ugyan dolog, mivel az önkormányzat nem használ, egy épületében sem. Csak riasztók vannak, csak kamerák sem vannak. Az orvos, ott van egyedül, az iskolában. Akkor arról mondjuk kell rendelkezni majd, de... De az csak a rendőr, eddig egyszer volt használva, és csak a rendőrség tudja le. Akkor jó. Tehát ha gyakorlatilag a szerver szóval... Mondom, az ki van táblázó, hogy van kamera, és a rendőrséghez fogadsz. Nem a rendőrségben, hanem ott helyben rögzített, de csak a rendőrség tud hozzá. Azt mondja, hogy teljesen jó. Én csak azt szeretném, és én kértem is állást, foglalást egyébként a Naiktól, és azt majd akkor megosztom veletek, hogy mi a terv olyankor, amikor volt dolgozó hamisan állítja azt, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő személygépjárműnek van fedélzeti kamerája. Mert ugye akkor a mostani rendszerben, akiket én ismerek, tajtott, hogy többen használnak önálló kamerát, önmaguk nézelmére. Hát magánemberként használja valaki, az ő szíve joga. Igen. Egy önkormányzat, ti dolgozó, nem mondhatja azt, mindenféle szabályozás nélkül, hogy az önkormányzat gépjárművében van fedélzeti kamera, és ő azt rögzíti, és továbbítja másoknak. Valahogy ez történt. Mert hogy ez csúnyán törvénysértő, mondjuk 3 millió forintig terjedő büntetéssel terhe mellett lehet ezzel foglalkozni. Jó, úgyhogy azt fogom, hogy elkérem, megnézem. Jó, köszönöm. A másik, amit kértünk, hogy lehet kérni hivatalos képviselői e-mail címeket, tehát Pócs Megyelmus. Technikai akadály nincsen, persze, ezt megkérdeztem az informatikusoktól. Jó, akkor ahogy lesz rá érkezés, akkor ezt megköszönjük. Beszéltük át. Nem említéskor már azt mondtam, hogy mennyivel a mi informatikai rendszerünk erre alkalmasak, akkor nekem nincsen különbség.
Hát a mi rendszerünk, ennek ehhez nem kell csatlakoznia, tehát akkor az viszont minden egyes képviselői laptopra egyedileg kell ugye beállítani ezt az outputot. Persze, tehát nyilván előfordul, hogy az ember esetleg képviselőként, vagy bizottsági tagként, vagy elnökként kommunikálna valakivel, és akkor az úgy kultúráltabb, hogyha Kócs megye hús e-mail címről kommunikál, nem pedig Gmailről, vagy bármi másról, vagy jó? Nyilván nem férünk még hozzá egy csomó mindenhez, meg mármint, hogy lehet, hogy akit valakinek ez teljesen természetes, nekünk még úgy. Van az önkormányzatnak kommunikációs protokollja, tehát hogy válaszol bejövő e-mailekre, mennyi időn belül, amikor nem hatósági ügyintézésről van szó, hanem úgy általában. Kommunikációs szabályzat létezik a hivatalnak, de az elsősorban nem a bejövő e-mailek, az inkább az külső és belső kommunikációt is leszabályoz, de amire Marian gondol, az szerintem részben az mégiscsak hatósági intézés, mert nagyon sokan arra használják még az e-mailt is, és nem veszik jó néven, amikor azt mondjuk, hogy vagy ügyfélkapun, vagy papír alapon. De pont tényleg nem hatóságra gondoltam, hanem hogyha jön egy mezei kérdés, ami nem igényel ügyintézést, meg nem hatósági, hogy arra van-e olyan szabály, hogy hány napon belül válaszol rá a hivatal. Hát, hogy ez most benne van a kommunikációs szabályzatban. Tehát ilyenekre gondoltam, tehát nem csak hanem általában erről. De azt gondolom, hogy erre még akár törvényelőírás is lehet, hogyha az ő közérdekük van, az akkor nekünk 30 napon belül arra. Hát igen, akkor az nem így már hivatalos, és akkor jó, oké, akkor majd lehet egyszer ezt is utána megnézem. Átküldöm a szabályzatot szívesen. Jó, köszönöm szépen. Nagyjából ennyi. Kérdeztem volna így egyetlen gyanán. Más hatályban van? Igen, nekem a civilek házával kapcsolatban ennek kérdésem, hogy voltak ott mostanában. Hát elég gyér a utorzata, tehát az közösségi térnek nem nevezhető. Most, hogy? Hát nem is az. De lehet egy közösségi tér, mindenféle rendezvényekkel. Ugye felmerült az a kérdés, hogy esetleg jobb minőségű bútorokkal, amúgy alkalmas kialakítani ilyen közösségi teret. Nyilván egy könyvbemutatót, vagy akármilyen rendezvényt, azért könnyen lehet szervezni, vannak normális asztalok, székek, hozzátartozó bútorzat. Most az a kérdésem, hogy a testület ezt jóvá hagyja, vagy Terint Miklós, mint polgármester, ezt jóvá hagyott, hogy a civilek házát esetleg feltölteni olyan bútorzat, ami oda alkalmas lenne. Természetesen mindent mondok, meg gondolom a testület többi tagja is, azért azt kell menni, hogy ennek mi lesz a költségvetési oldal, ami kell hozzá. Én elsősorban azért egy lépéssel megelőzném ezt az egészet, szerintem egy tisztasági festés és egy külső festés az abszolút kellene hozzá. Én azt gondolom, hogy azt kéne megnézni, hogy hát ha lehet valami nagyon akciós bútorzatot találni, tehát vannak ilyen... Mi szívesen keresünk szponzorokat is, tehát én mindenféleképpen, tehát legyen meg az a funkciója, ami már eddig is elindult, hogy közösségi térként, születésnapok, egyéb dolgokra lehet használni, bizonyos értéke, tehát meghatározott rendszerint, ami azért le van írva az önkormányzatnak a vagyongazdálkodásánál, illetve a kiadhatóságának. Abszolút nyitottak vagyunk. Oké, tehát mondjuk, hogyha valaki felajánl egy bútort, ami jó állapotú, és mondjuk oda alkalmas arra a célra, amire szeretnénk, akkor ez egy működő dolog, ugye? Így van, hát az legyen, hogy el bútoraktán legyünk élni. Oké, tehát... Bocsánat. Csak annyi észrevétel, hogy a bútorzással úgy próbálkozunk, hogy ne várjunk a olyan programot, ami működik. Tehát, hogyha most mi berendezzük asztalokkal, székekkel, akkor úgy, hogy nagy nehezen elindult tornát hazavárjuk, ami hetente háromszor működik. Tehát, ha én is abszolút egyetértek, hogy kell valami kultúrát, hogy nem az elkopott sörpad legyen, de valami olyat kell megoldani, hogy
hogy jusson is maradjon is a helyből. Nagyon sok probléma volt korábban is, kérték többen, hogy nyugdíjasoktól kezdve látja, hogy akár szekrényben, ahol tárolhat sportfelszerelést, stb. Pont azért nem tudtuk megoldani, mert az már úgy vett volna el helyet, hogy a másik funkció rovására ment volna. Tehát egyetértek, de ezt próbáljuk meg úgy megoldani, hogy megmaradjon a másik. Én ezt értem erről, de nyilván a tornán túl sok minden van más is. És erre lenne igény, tehát hogy ebből azért meg kellene találni egy konszenzust. Megoldható az, hogy tolható bútorok legyenek, ne akadályozzák a tornát. Én azt gondolom, hogy egy cégházza az bőven több, mint egy tornaterem. Ez igaz, de hogy jó rendezvények, az lehet. Tehát én csak igen nem rendelkezik, lássuk állandóan, hogy a nyilvánvaló kicsi költségvetése az önkormányzatnak. Ugye általában ezt többször hallottuk az éves költségvetésben. Ugye akkor egy dinamikus, meg kíváncsiak is, hogy nagyon, egy dinamikusan növő lakosság mellett. Tehát az a kérdés, hogy 2014-ben olvastam tőled, hogy akkor volt egy ilyen ígéreted a Danubia TV oldalán talán, hogy az önkormányzati választások közeletével, hogy a vízművekkel ezt a éves hozzájárulási históriát ezt majd újra fogod tárgyalni. Ez egy valami riportot vagy interjút adtál. Az a kérdésem, hogy idén tervezel el valami hasonlót. Tehát, hogy ugye a vízbázis védelemre hivatkozva elég sok mindennel ez óvatosan mehet itt a szigeten múlni. Tehát nyilván nincsen olyan lehetőségeink a szigeten kívül. Tehát, hogy ez valamifajta kompenzációval tudja jelni, tehát, hogy van-e rá esélye, hogy egy újabb tárgyalás folyamán bizonyos hitokokra hivatkozva kicsit magasabb éves összeget lehessen kialakulni. A tárgyalásra, akkor két tárgyalásra van esély, igen. Tovább lépés, úgy érzem, most hirtelen nem. A mai napi telefon volt, és a legfontosabb, hogy a fővárosi vízműveknek a teljes igazgatóságát lecserélték. Tehát gyakorlatilag aki most bent volt, és aki nekünk hosszú távú kapcsolat volt, azok most hirtelen úgy kikerültek, tehát a teljes igazgatóság. Az az egyetlen szerencse, hogy a kicsit régebbre nyúlik vissza a mi működésünk, ezért most olyan emberek kerülnek vissza egy bizonyos kormányzat, régi kormányzati részből, akiket azért valamilyen módon ismerünk. A nehézség ott egyetlen ponton van, hogy a fővárosi közgyűlés elfogadta, hogy ez a bizonyos 1% mint ilyen, az jövőben is járjon a vízbázissal rendelkező települések részére. Ugye ez nem csak a Szentendrei sziget, hanem ott, ahol a fővárosi vízügyi szolgáltatói szolgáltatással megtörténni. A gond egyetlen olyan ponton van, hogy a fővárosi közgyűlés elfogadta, gyakorlatilag a főváros és a fővárosi közgyűlés, a fővárosi vízművek és a közgyűlés között létrejött a megállapodás. Ami gond, amikor most történt, hogy a fővárosi vezetés azt mondta, hogy semmiféle kötelezettségvállalást nem köthet a fővárosi vízművek senkivel, az ő tudtuk nélkül. Itt az a nagyobb nagy baj, hogy 2019. december 31-ig lejár ez az 1%-os szerződési minden önkormányzattal. Tehát ma pont ez miatt telefonáltam és küzdök azzal, hogy lehetőség szerint ezeket az önkormányzatok azért megkapják. Tehát itt egy óriási pénzügyi kiesésről beszélünk, amennyiben a főváros, mint a nagyban tulajdonos, tehát 50-valány százalékban tulajdonos a vízműveknek, ezt már akadályozza. Tehát ez még most is ott vagyunk, hogy ezt meg kell lépnünk, tehát hogy tovább szeretnék ebben lépni. Tehát nem csak az 1%, hanem van az úgynevezett vízkészletjárulékű díj, ami a bányászati jogból adódott. Ezt közel, azt hiszem, ha jól tudom, több mint 2 milliárd forintról beszélünk, ezt nem nagyon fogják egyelőre kiadni az önkormányzatok felé, a mi tudásunk szerint. Tehát ez egy elég nehéz történet, de benne rajta vagyunk. Tehát ez nem csak Pócsmegyer, Zsuzsány, hanem gyakorlatilag az egész összes rajta lévő településnek ez a dolga. Ezzel folyamatosan tárgyaltunk, ezzel folyamatosan beszéltünk.
Egyetlen fontos dolog van, hogy ez az összeg, amiről beszéltünk, ez ugye úgy oszlana meg, hogy egy részét a fővárosi vízművek kapnának meg, mert ugye őnek is egy visszaforgatás, és azt kapnának meg a, még a települések. Tehát ez kvázi ez úgy működne, hogy mindkettőnknek érdekel lobbizmusra, hogy ez a pénz megérkezze. De ezt a nagy országos költségvetés eddig folyamatosan elnyelte. Ezt tudom elmondani erről. Vízműveket sokféleképpen lehetne pumpolni. Megváltozott a menedzsment, most ez kicsit nehéz történet lesz, de ha van egyéb kapcsolat bárkinek, akkor mi nagyon örülünk neki. Tehát akkor mi kereshetünk igazgatótanácsi kapcsolatot, jó néven veszel az új igazgatótanácsi kapcsolatot? Nem, ez a település érdeke. Tehát az, hogyha valakinek van ott kapcsolata, én nálunk is most, mi is már én találtam három olyan embert, akik az új igazgatóságban benne vannak, jövő héten van egy előzetes egyeztetés, januárra van prognosztizálva az, hogy a négy település, a Sziget négy település polgármesterére le kéne ülniük, mert én ezt egységként kell, hogy kezeljük, mert különben másképp egy magunkban kevesek leszünk. Tehát ez teljesen nyitott, tehát itt innentől kezdve, akik képviselő, bizottságnak is bármiféle olyan lehetőséget, kapcsolati tőkét, vagy nem Isten, nagy mennyiségű pénzt tudnak az önkormányzat felé irányítani, ennek csak örülőtt lehet, tehát ez ilyen feladat, én azt hiszem, hogy ez az egészben a legjobb. Tehát jelő is annak idején, vagy bárki, aki itt ült, ahonnan tudott kapcsolatot, ahol tudott pályázatot, ahol tudott összeköttetést, azt mindig belehozza ebbe a történetbe. Ez így normális. Jó? És talán még egy szó. Ugye ez elég régi téma, már több képviselőre is visszanyúlik. A jogalapot az egyéb bányászati tevékenységekről kéne, vagy próbáltuk levezetni, de ez nem jött. Ugye, mert ez egyfajta bányajáradék, és Dunántúlon van egy jó néhány település, amelyik valamilyen visszaforgatást kap a bányajáradék, vagy kapott legalábbis. A bányajáradékból. Nem a vízművekről, egyéb bányászati tevékenység. Na most itt nyilván az nehezíti az egészet, hogy itt vízkészlet használati járuléknak nevezik, vagy járadéknak, és nem kimondottan úgy, mint bányajáradék. Milyen nevet a vízügyi törvény szerint? Azt mondta, hogy nem küldik ki a meghívókat, ugye a csütörtöki pénzügyi bizottsága kérhetem, vagy javasolhatom, vagy nem tudom, hogy esetleg Jánost is meghívná, mint aki elég gyékében van, ha esetleg lenne kérdésünk. Szívesen. Nem tudom, nagy kérés lenne, hogy esetleg a környezetvédelmi bizottság vendégként részt vehessen. Én tudom, csak hogy tanácskozási jó. Az lehet jönni, csak ugye a szavazatok lesznek azokat. De azt tudom, persze. És hát esetleg az megoldható, hogy a tervezőt meghívni. A megyei fasor tervezőjét, a megpróbálkozok a Danival beszélni, a Szecső Dani, hogy ki tud elmondani. Jó, ha nem probléma. A műszaki előtt valószínűleg megmozdítani. Elég a tervező. Ennyi lett volna, csak így jött el, ez egy ügyet. Jó, köszönöm. Hanem akkor nagy tiszteltem, hogy köszönöm mindenkinek a részvételt, és akkor majd köszönöm.